Sziasztok, én Szeri vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban az Ava and May-nek az idei adventi kalendáriumát fogjuk kibontani. Én már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és nagyon-nagyon szeretném tovább húzni a szót. Értékeljünk, ez a csomagolás szerintem egyszerűen csodaszép. Nagyon-nagyon nehéz, szóval egyértelmű, hogy nem tudják vékony papírból csinálni. Nagyon jó a minősége, tök kemény az ajtó is. Itt középen egy szép szalaggal van összekötve, és akkor nézzük meg, hogy belül hogy néz ki. Ki lehet hajtani, és belül pedig ilyen hasonló színű, mint a külseje, dobozok vannak. Zöld, arany, fehér, és szerintem ez tényleg csodaszép. Drágám, most menjél le, jó? Most útban lesz szerint Bella. Tavaly, hogyha emlékeztek, akkor a design sem volt az igazi, és eléggé rossz minősége volt a naptárnak, mert az összes ajtó kinyílt. Tanultak a hibájukból, és idén egy tényleg sokkal szebb, sokkal minőségibb adventi kalendáriumot dobtak piacra, ami amúgy 130 euróba kerül, hogyha jól rémlik, de biztonságképp gyors megnézem. Igen, 130 euróba kerül. Amúgy 160 euróért van fent az oldalon, de volt egy ilyen 30 eurós pre-sale akció. Hát így inkább így idézőjelbe tenném, mert szerintem mindig elérhető lesz ez az akció. Nem is szeretném tovább húzni a szót, tényleg a dizájnról már elmondtam, hogy nekem nagyon tetszik. Kezdjük is az első dobozkával. Első nap egy kis méretű illatgyertya van méghozzá, a limitált kiadású perzsa, vagy perzsia illat. Ennek tényleg tök jó illata van, bár nekem túl fűszeres. Nem tudom, hogy mindenki ismeri ezt az illatot. A régi rózsaszín Playboy parfümnek volt ilyen illata. Legalábbis arra emlékeztet engem. Amúgy nagyon-nagyon sokan szeretik ezt az illatot, és sokszor nincs is raktáron nekik, szóval ez tényleg egy kicsit ilyen limitáltabb terméknek számít. A második napon egy nagy dobozunk van, kíváncsi vagyok, hogy ebben mi lesz, mert egyértelműen nem gyertya. Tavaly ugye az összes dobozban, vagy összes ajtó mögött gyertya volt. Na ez egy új termék, erre is az van írva, hogy limitált. Ez ugyanis fenyő illatú szoba frissítő, itt tudjátok, ilyen pálcikás, most nem szeretném kibontani, és brutál fenyő illata van, szóval ezt egy fürdőszobába vagy WC-be tudnám leginkább elképzelni, mert annyira friss, hogy nagyon, de rendesen tényleg fenyő illata van, nem valami mű illat. Ez tök jó, ez tetszik. A harmadik napon egy testvaj van, ami tök jó, mert tavaly tényleg csak gyertyák voltak a naptárban, és most nem csak naptár, vagy na, nem csak gyertya, meg ilyen légfrissítő dolog, hanem ez konkrétan egy beauty termék. Ez is a perzsia illatban van, és amúgy ez vegan, cruelty free és mikroplasztikmentes. 50 ml-es, le van zárva. Hát ez tök jó. Negyedik napon szintén nem egy gyertya lesz. Ebben kettő termék van, méghozzá a Faint márkától, hogyha jól ejtem, egy Liquid Legend és egy Sunny Side nevezetű valami, mind a kettő 2 ml-es, és ez Eau de Parfum. Oké, ezt ki lehet tolni, és akkor ebben van benne a parfüm minta. Most csak kívülről szagolom meg, az első az jónak tűnt. Ez meg inkább kicsit férfias, ez a barna színű. A parfüm próbákat nem igazán szeretem, de legalább nem egy van benne, hanem kettő. És remélem nem lesz több. Ötödik nap viszont biztos, hogy egy miniatűr illatgyertya van. Na ezt nagyon szeretem, ez a Marrakesh, szóval a marokkó illat. Vagy hát marokkón belül a Marrakesh. Mindegy, mind a kettő rá van írva. Baromi jó. Ezt én nagyon szeretem. Bár mondjuk jelenleg nem a Marrakesh illatot használom,
hanem még tavalyról van nekem az Avant Made-től ilyen limitált szériás karácsonyi illatgyertyám, a Nürnberg illat, és iszonyatosan jó, olyan, olyan fahéjas, szegfűs, vaníliás talán, tényleg ilyen tök jó karácsony illata van. Na, nézzük a hatodikát, ugye Mikulás nap, valószínűleg valami jobb termék lesz, és nem találom a hatost. Á, itt van lenn. Nagyobb doboz. Ebben pedig egy kézkrém van, egy jó nagy kiszerelés, az 75 ml. És ez melyik illat lesz vajon? Nem írja, hogy ez melyik illat, annyit ír, hogy kókusz és vanília van benne. Se a vaníliát, sem a kókuszt nem érzem valahogy. Na, szóval ez is egy beauty termék, nem egy illatosító. Hetedik napon ismét egy kis gyertya lesz. Nézzük, hogy melyik illat. Az üveg színe már nagyon tetszik, és ez a spanyol Mallorca illat, amit nem ismerek. Szerintem ez is egy új kiadás. Nem rossz, de annyira ez nem az enyém. Kicsit ilyen WC illatosító szaga van, ilyen picit citrusos, meg ilyen, mint hogyha ilyen tenger illat lenne. Picit mű, sajnos. A nyolcadik napon szintén egy gyertya. Mégpedig a... Ez is egy limitált, hú, és nem tudom elolvasni. A Karib Aruba. Ez nagyon jó. Vanília 100%, hogy van benne, sajnos nem írja sehol. Ez valamilyen kicsit fűszeres vaníliás illat, nagyon-nagyon finom, és még az üveg is szerintem tök szép. Ez tetszik. Ezt megjegyzem, ezt majd megrendelem nagy méretben. A 9. napon nézzük, hogy milyen mély gyertya van. Ez egy zöld gyertya, méghozzá Dél-Afrika Fokváros. Ez pedig kicsit pacsulistól, ilyen tipikus kézmosó szappan illata van. Igazából ahhoz tudnám hasonlítani, ez tényleg ilyen kézmosó szappan illatú. A 10. nap nem egy gyertya van, mert ez is egy nagyobb doboz. Ez egy tusfürdő, egy tusoló gél, 50 ml-es, mondjuk furcsa, hogy kisebb, mint a kézkrém. És ez pedig az Indiai óceán Madagaszkár illat, amit szintén nagyon szeretek. Az itt is van mellettem az asztalon ilyen kis pálcikás illatosító formájában. Nagyon jó illata van, mangó és baobab azt írja, de amikor én vettem, akkor a dobozon vanília volt írva, meg nem tudom, hogy még mi, de semmi köze nincs a mangóhoz, az tuti. Kicsit más is, mint az illatosítom. Pedig elvileg ugyanaz az illatvilág. 11. nap ismét egy kis gyertya van. Amúgy a legtöbb gyertya, ahogy így látom a dobozoknak a méretéből. Szerintem ez is egy új gyertya, egész biztos, ugyanis ez az Indiai óceán Maldív-szigetek illat, és ez is nagyon-nagyon jó. Egy régi avonos parfümre emlékeztet, de fogalmam nincs, hogy mire, egy kicsit férfias. Nagyon jó, nagyon friss, picit fűszeres, inkább ilyen avonos férfi parfüm illata van valahogy, de tök jó. Ezt is fürdőszobába vagy WC-be abszolút el tudom képzelni. A 12. dobozban egy narancssárga üvegű gyertya van, ez pedig Olaszország, Szicília. És van benne valami fekete cucc. Ez nem. Ez ilyen, hát nem az, hogy öregasszony illat, de ilyen templom, meg pacsuli, meg talán egy kis narancs, vagy valami citrus, grapefruit talán, mert elég ilyen kesernyés valahogy. Ez nekem nem. A 13. nap, ez megint egy nagyobb dobozka. Ez vajon mi? A marakes illat, nagyon-nagyon jól néz ki szerintem a doboza. Azt mindenképp meg kell hagyni.
És ez pedig egy... ez tea? Ez egy fűszeres, gyümölcsös tea. Ez mennyire jó már. Tű! Jó, ez így most büdi volt, így beleszagolva. Szóval ebben gyertya van, vagy gyertya? Tea van, amit ilyen kis filterbe, fémfilterbe kell rakni. Vagy hát nem muszáj fémbe, de nekem olyan van. És azt írja, hogy mandula van benne, fahéj és gránátalma szirom, vagy gránátalma virág. És a leírásnál írja még, hogy hibiszkusz, blackberry levél, valamilyen virág még, meg napraforgó szirom, vagy levél. Aztán a hozzávalóknál van még citromfű, kakaóhéj, almadarabkák, bodzabogyó, aróniabogyó, fügekockák, aromák, fahéj, cikória gyökér. Mi ez a cikória? Vagy cikornya? Úgy hívják magyarul, vagy az csak a Harry Potterben van? Cikornya és paca. Esküszöm, azt hittem, hogy ez egy kitalált szó, ezek szerint létezik. Aztán van még benne mandula, szantálfa, hibiszkusz, igen, gránátalma izé, májva, virág, cékla. Cékla van még benne, a brombér, az talán a málna, szóval a málna a levél van még benne. Wow. Amúgy ez tényleg egy... Jól leírták, ez egy fűszeres gyümölcs teának hangzik. Ezt szívesen megkóstolnám. A 14. nap, itt van felül, annyira gyönyörű ez az adventi naptár. Hú, nekem nagyon tetszik, majd a végén megmutatom nektek még egyszer. 14-én pedig a Karib-szigeteki Bahamák illat van, egy kis rózsaszín üvegben. Hú, hát ez ilyen rágógumi, tutti-frutti, valami nagyon... Jézusom, hú, de mire emlékeztet? Most ne nézzetek hülyének, ízesített óvszerre asszociálok. Jó, oké, most már csak ez van a fejemben az illattól. Ez annyira nem jött be. A 15-ös az ismét egy nagyobb doboz, és relatíve nehéz. Ebben egy body scrub van, ez is a Perzsia illatban, és ez is 50 ml-es, hogyha tippelnem kéne. 45 gram. 16-án egy pink színű gyertya van, ez pedig a kubai Havana. Nem értem, miért szagolok bele minden egyes alkalommal ilyen közelről. Nem szabad. Nem rossz. Ez nekem olyan, mintha egy kicsit ilyen latinás beütésű szexi nőnek, meg szexi férfinak a parfümje lenne összekeverve. Esküszöm, csak így tudom leírni. Most lehet, hogy csak azért, mert tudom, hogy Havana meg Kuba van ráírva, de esküszöm, arra asszociálok, hogy valamilyen tánc, latin tánc rendezvényen vagyunk, és ott a tök szép embereknek ilyen illata van. Luna drága, most szépen bepasszíroztad magad abba a kis 10 centis lyukba, és most mit szeretnél azon kívül, hogy lögdösöd a kamerám? Hát, ha nem löki le. A 17-esben valami nagyon könnyű termék van. Kettő parfüm próba. Ez annyira nem gyere be. Az egyik a Pink Cheeks, a másik pedig a Major Crush. Ezeket is szagoljuk meg így kívülről. Ez eléggé édes illat. Ez pedig egy kicsit férfiasabb. A 18. napon egy fehér üvegcse, és ezt már tudtam előre, hogy ez Franciaország Párizs illat, mert ezt valahogy megjegyeztem, hogy ez fehér. És emlékszem, hogy tavaly is ahhoz hasonlítottam, és most is így tudom csak elmondani, hogy ennek ilyen púderes tisztaság illata van. Nem változott a véleményem tavaly óta, mert erre emlékszem, hogy ugyanígy írtam le, és megint ugyanez, hogy
Ez egy tiszta szoba, púderrel, kis kencékkel. Ez egy nagyon letisztult illat. Nekem annyira nem jön be. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit mond el rólam. A 19. napon, ú, de szép színe van. Ó, ez Dresda. Az nagyon jó. Elhasználtam már egy nagy méretű illatgyertyát, pont most a napokban. Ez a tavalyi karácsonyi kollekcióból van. Volt a Dresda és volt a Nürnberg, amiről az előbb beszéltem. Vaníliás, cukros, kifli, sütemény. Ja, ez tök olyan. Remélem benne lesz a Nürnberg is, mert az olyan finom. Mondjuk nem tervezem megtartani ezt az adventi kalendáriumot, de hogyha nem veszi meg senki, mert nem tudom, hogy 130 euróért meg fogja bárki venni, akkor nagyon szívesen megtartom és elhasználom az összes gyertyát a férjemnek a legnagyobb örömére, aki nem szereti a gyertyákat. Na szóval a 20. napon ismét a Madagaszkár illatban van egy termék, és ez most egy testtej, szóval egy testápoló 50 ml-es kiszerelésben. 21. napon, nézzük milyen színű, szürke, ez, hogy lássátok, hogy nem lesek, szerintem Norvégia. Így van, Skandinávia, Norvégia. Ez tuti, hogy szantálfás. És ebben azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor ember is van. Nem tudom most, hogy azt magyarul hogy hívják. Tudjátok, az ember az az a bálna trutyi. Nekem annyira nem tetszik. Eléggé ilyen, kicsit ilyen papó szaga van. Eléggé maszkulin illat, mindenképp maszkulin. És egyben friss. Talán itt tudnám leírni. Na nézzük a 22-est, hogy ebben milyen gyertya van. Léci Nürnberg, Léci Nürnberg? Nem, ez egy sárga. Hú, ami talán Rio de Janeiro? Jaj, de jó vagyok! Rio de Janeiro. Hú, és ez aranyeső? Vagy lehet, hogy most csak színből következtetek aranyesőre, de ez valamilyen virágillat. És azt most mindenképpen meggooglizom, mert én ismerem ezt a virágot, és fingom nincs, hogy mi lehet. Á, orgona. Igen, na, így, hogy olvasom, ez tényleg orgona. Orgona illat, és azt írja, hogy mandarin van még benne, és csípős kardamom. És most a kardamomot esküszöm, meg kell googliznom, hogy mi az magyarul. Ha, jó, a kardamom az magyarul kardamom, csak én vagyok a hülye. Ez pedig, csak hogyha valaki nem tudná, mint ahogy én sem, mi az a kardamom, akkor a gyömbérfélék családjába tartozó növény. Indiában őshonos, fűszerként a kicsi, háromszög kereszt metszetű maghüvelyekben található apró, fekete magokat használjuk. És akkor meg is mutatom, hogy így néz ki. Na, ma is tanultunk valamit, folytassuk a 23-assal. Szóval a 23-asban egy fekete gyertya van, azt talán Svédország. Nem, mert ez sötétzöld. Nagyon-nagyon sötétzöld. És ez Finnország. Megint nagyon beleszakoltam. Szóval Skandinávia, Finnország, és ennek fenyő illata van, szantálfa, és talán bors, mint hogyha rendesen borsot éreznék az orromban. Tudjátok mit, ezt is meggooglizzuk, és most jut eszembe, hogy így érdekesebb lett volna a videó, hogyha konkrétan megmondom nektek, hogy melyik gyertyának milyen illat jegyei vannak, de hát a 22. napon jutott ez eszembe, szóval utólag, bocsi, de nem fogom az összeset visszakeresni. Ja, hogy fenchel van benne, ami nem jut eszembe magyarul, mindjárt megglizom, hogy mi az. Aztán, hogy ilyen fás illata van, Bernstein. Nem tudom, mi az a Bernstein, és van benne szegfű. A fenchel az édes kömény. Tudjátok, ez a növény, ami ilyen szívecskére hasonlít, legalábbis szerintem. A Bernstein pedig... Lemerem fogadni, hogy többen közületek, akik még csak nem is tudnak németül, már a hangzás alapján rájöttek, hogy ez borostyán. Bernstein, borostyán.
Esküszöm, hogy nem jöttem rá, de azelőbb még képet is láttam róla a Google főoldalán, és még akkor is néztem, hogy ez meg milyen kő. Mi ez? Szóval borostyán. És elérkeztünk a 24. naphoz, amiben tuti, hogy egy pálcikás illatosító lesz, mert eléggé nagy a doboz, és alul van a súlypontja. Jaj, de jó! A Nürnberg! És ilyen pálcikás verzióban. Hú, baszki, lehet megtartom ezt az adventi kalendárium. A 130 eurós naptárat csak ezért a kis szar miatt fogom megtartani. Már előre látom, hogy ez lesz a vége. A Nürnbergnek pedig tök jó, tényleg, amit mondtam, ilyen fahéjas, szegfűs, ilyen mézes kalács illata van, meg kicsi vanília, annyira finom. És most megnézem, hogy itt írja valahol, hogy mi van benne. Itt is van. Ha-ha, nem dobja ki, mert ez egy tavalyi limitált cucc. Na mindegy, nem fogom akkor tudni rendesen megmondani nektek, nem baj. Higgyétek el, hogy isteni karácsonyi illata van. Szóval, aki nem sajnál egy kicsit több pénzt költeni egy adventi kalendáriumra, és nagyon-nagyon szereti az illatos dolgokat, annak tökre tudom ajánlani ezt a naptárat. Már csak a 24-es miatt, mert azt meg kell szagolni, hogyha szereted a karácsonyi illatokat, akkor ezt meg kell szagolnod. Na. Ja, és meg akartam még egyszer mutatni így kinyitva a naptárat, hogy ti is... Uda nehéz! Oké. Okay. Hogy ti is jobban meg tudjátok még egyszer nézni, szerintem valami csodaszép. És akkor rámegy az ajtó, mindjárt megkötöm a masnit, de még ez is wow, 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 tényleg. Ava and me, hogyha ezt a magyar nyelvű videót látjátok, amit kétlek, gut gemacht. Az a baj, hogy most nem tudom, hogy ezt hogy pontozzam, mert ehhez hasonló kalendáriumot nem is fogok idén kinyitni. Szóval ez egy teljesen más kategória, mint a legtöbb beauty naptár, amit ugye ki szoktam bontani. Én egy 4,5 pontot erre meg szeretnék adni, mert nagyon sok illat tetszett benne, vagy legalábbis van benne sok olyan termék, amit nagyon-nagyon szívesen kipróbálnék már most rögtön. És gyönyörű. Annyira gyönyörű szép. Nekem nagyon tetszik ez a színkombó. Tudom, hogy nem túl karácsonyi, mert mindig azt mondom, hogy egy adventi kalendárium legyen karácsonyi, ez meg csak ilyen térkép van rajta, meg ilyen kis motívumok, meg hát ilyen utazós. Utazósnak néz ki. Az Ava & May ugye arról is, hát nem az, hogy ismert, de hogy olyanok az illataik, hogy mindig egy adott országról, vagy városról nevezik el ugye a gyertyákat, a termékeiket, és ezért teljesen passzol hozzájuk ez a térkép minta, Jézusom, nem tudom megfogalmazni. Szóval igen, 4,5 pontot adok rá, mert nekem ez most nagyon tetszik. Valahogy ugye a lelkemben most jó érzés van, hogy jaj, de jó, hát ez tök jó volt. De 5 pontot azért nem akarok ráadni, mert azért kicsit egyhangú. Szóval tök jó, nagyon-nagyon jó, hogy idén nem csak mini gyertyák vannak benne, mert akkor eléggé unalmas lenne. Hogyha csak gyertya lett volna benne, akkor szerintem 3,5 pontot, vagy maximum 4 pontot adtam volna rá. De ez tök jó, hogy idén van benne body scrub, body lotion, body butter, kézkrém volt még benne, volt egy tusfürdő, illetve 2 ugye ilyen pálcikás cucc. Nekem tetszett, ha tetszett a videó nektek, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek volna meg, hogy ne maradjatok le a következő videókról. Legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!